a mai teherautó bemutatónk alanya egy Renault D18-as Class 2-es kategória. D18 az azt jelent, az annyit jelent, hogy 18 tonnás, nem hálófülkés, itt nincsen rá szükség, és a legkisebb fülkés. Amit rögtön kint látszik, az az ajtóban az alsó ablak, ami a legtöbb gyártónál választható extra. Hozom a kesztyűmet, fog kelleni. Tehát a legtöbb gyártónál elérhető ez az alsó ablak, ez bentről nagyon hasznos, mert sokkal jobban észrevenni a mellettünk lévő biciklist, autóst vagy bármit. De nagyon ritkán választják a cégek ezt az extrát. Levegőszűrő, üzemanyagszűrő van itt, egy akkumulátor, levegőszárító patron, normál két tengelyes dupla gumis. És akkor itt egy T-lift, ezt akarom megmutatni, hogy hogy működik. Egyszer volt már T-lift a csatornán megmutatva, de az nem ez a típus volt. Gyorsan menjünk egy kört erre is. Itt pedig van egy, hát nem tudom, 150-200 literes üzemanyagtartály, Red Bull tank és a kipufogó. Na de menjünk is vissza a tail lifthez, angolul, magyarul csak tail lift. Nézzük meg, hogy működik ez. Tehát többféle tail lift is létezik. Van ez a félbehajtott típus, meg van, ami ugye bemegy teljesen ide alá. Hát ugye ez a kezelő panelje, ez itt a hidraulika tartály, gondolom, látszik is, hogy ereszt. Leteszem a kamerát, mert két kéz kell hozzá. A T-lift az így működik, egy olyan 5-10 kilót tudni kell emelni hozzá, de rugó segítségével egyébként nem annyira nehéz, de akit leszázalékolt az orvos, hogy 5 kilónál többet nem emelhet, az valószínűleg bukja ezt a munkát. Ez egy talán 10-15 lerakós multidroppos meló amúgy, villanybékával. Hát ott látszik, hogy azért mennyivel szélesebb maga a felépítmény, ugye a fülkétől. Többféle felépítmény elérhető rá. Tehát ugye ez a Truckcraft Buddies Ltd. építette a Bode-t 2017 első hóban. Tehát maga a jármű csak a fülkével és az alvázzal érkezik. A bódé nincs rajta, és akkor olyat építenek rá, amit akarsz, ha ponyvásat akarsz, vagy még magasabbat, hogyha akarsz. Ez egyébként 4-10 magas, üljünk be.
fékeket nézzük meg, fontos. Yeah. Fényes, ahogy kell neki lenni. Elektromos tükör. Hát olcsó gagyi műanyag az egész, szóval semmi extrát nem kell várni, nem egy BMW-ben ülünk. Nézzük meg az ülést, legalapabb ülés van benne, hát itt vannak különböző gomboknak helyei, de csak a helye van meg, a gomb az nincsen, különben alapvető fel-le, döntést lehet állítani, ezzel kikapcsolod a légrúgót vissza-be, ezzel pedig a magának a rugózásnak az intenzitását tudod állítani, előre meg hátra, és hát nagyjából ennyi lenne az ülés, nem jó. Tehát az ülés az nem jó. Az nagyon nem jó. Nem kényelmes. Amit itt látunk, várjátok, húzom be, hát. Tehát elektromos ablakok, tükörfűtés, de az ablaka nem automata, szóval rajta kell tartani a gombon az ujjunkat. Kipufogó, tisztítás, tompított fényszórónak a magasságállítása, a légrugó ugye fel és le, ez nagyon jó, hogy itt van. Szintezés. Egyedül a Scaniában láttam még ilyet, ugye, hogy itt van a légrugója, de ez szerintem a legjobb megoldás az összes közül. Menjünk tovább. Váltó. Na most a váltó egy picit érdekesen működik, mert így megy előre, aztán így megy hátra, szóval nem ugyanazt a kapcsolót kell így, hogy mondjuk itt meg hátra lenne, szóval először előre, aztán hátra, különben másképp nem megy hátra. És hogyha hátra menetben vagyok, akkor felfele kell húzni ahhoz, hogy automatán előre menjél, mert hogyha csak simán a C-be teszed, akkor elindul előre, de nem automata. Ez erősen szokást igényel, illetve így lehet váltani az automata és a manuális mód között, illetve fel és... Várjál, hogy van? Nem tudom, lehet, hogy így inkább fel és le lehet váltani, megmondom őszintén, nem nagyon kapcsolgattam manuálisban ezt az autót. Háromsebességes ablaktörlő, illetve ezen van rajta a különböző információkat. Itt, hát jobb oldalban nem látszik, mert tükröződik. Itt különböző információkat lehet előhozni a kompjúterből. Tempomat, visszakapcsolás, nullázás, hát ugye tempomatnak a gombjai. Itt van egy csak a Renault-ban elérhető rádiókezelő gomb, hát nem is tudom, minek hívják ezt. Szóval ezen vannak különböző gombok, itt hangerőt tudod állítani, még ilyenek. Ez csak a Renault-ban van, sehol máshol. Tempomat plusz-minusz. Refi, illetve a világítás kapcsolás index, duda, és akkor itt fent van egy kettő sebességes kipufogó fék, ami sajnos úgy működik, hogy így kapcsolja az egyik sebességet, és rajta kell tartani az ujjunkat, különben a második sebességen, különben nem működik sajnos. Ez egy elég nagy hátrány, mert ugye folyamatosan foglalva tartja az egyik kezünket, hogy csak be kell kapcsolni, és akkor úgy kéne, hogy maradjon. Hogyha jól működne, de ez a nagyobb nyerges vontató Renault-ban is így működik, csak esetleg háromsebességes. A központi műszeregységet azt már ismerhetitek más Renault-s videóból, ugyanaz az egész. Itt bal oldalt van, hát nem tudom, ez a plusz meg ez a mínusz, nem mondom őszintén. Nem nagyon kapcsolgattam ezeket, úgyhogy nem tudom, hogy mihez képes plusz meg mínusz. De biztos megvan a funkciója, elakadási jelző, vészfékasszisztenst lehet itt kikapcsolni, sávelhagyás, figyelmeztetés, nem tudom, szerintem nem működik. Ez egy automata fék lenne, de szerintem az sem működik rajta. Ez meg valószínűleg a diffizár lenne. Ez itt a klímavezérlő, de letévesztem meg, mert légkondi az nincsen benne. A fűtés az baromi jó, de klíma az, hát nem tudom, hol van benne a légkondi, nem láttam sehol. Igazából nem tudtam, hogy lehet még 2016-ban autót rendelni légkondi nélkül,
de úgy tűnik, hogy lehet. Rádió, hát ez most nem működik, mert kódot kér egyébként, itt van ugye a kijelzője neki, szóval itt ugye nincsen kijelző. De ez kódot kér, ami nagyon fontos, hogy MP3-at is lejátsza, illetve Bluetooth-os, és itt van egy AUX és egy USB bemenet neki. Aztán, hogyha ide lejövünk, akkor van itt kettő pohártartó, nem túl nagy, de legalább van valami. Kulcstartó ide pont jó, toltartó, kézifék. 2-12 volt, gyújtás nélkül nincs benne áram sajnos. Ide le lehet tenni mobiltelefon dolgokat, lomokat. Itt fent pedig van a tahográf, mikrofon, mint mondtam, hogy a Bluetooth-os, szóval működik egyébként a telefonról is a telefonálás és a lejátszás. Ajtó, nyitás, zárás, és egy hát pár végtagot elnyelő talán rekesz. Tehát ezt pont erre találták ki, amit itt most láttok. Én nem tudom, srácok, ez a felső szekrény nem a DAF elefből van? Mert az nézett ki ugyanígy, annak is fent volt a hangszórója, itt is, és annak is volt négy ilyen lyuk, ilyen extra lámpának, de ezt csak én gondolom, nem tudom, hogy lehet-e ide lámpát rendelni. De esküszöm, hogy ez pont ugyanígy nézett ki, mint ez. Na mindegy, kétüléses. Hátul van kettő akasztó. És akkor, hát tulajdonképpen ennyiről van szó. Hát ugye, hogyha nincsen elé pakolva az ablaknak, akkor tökéletesen lehet látni egy biciklist. Vagy motorost, vagy autóst. Egyébként a tükrök úgy nagyjából jók, azzal úgy igazán van gond. Én a saját kamionomba is rendelnék olyat szerintem, mert a holttér minél jobban lecsökkentése az szerintem eléggé fontos. Úgyhogy az a biztos, hogy ha oda nézel, aztán nem látsz senkit. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy van benne. Nagyon hasznos dolog. És hát úgy nagyjából úgy ennyi lenne ez a Renault, ami a gombokat illeti. Térjünk át a vezetési élményre. Na, mert az, ami nincs. Szóval én nem szeretem a Renault-t, és rájöttem, hogy talán ez a Renault az egyetlen kamiongyártó, amiben nem sok szépséget látok. Tehát semmi logikusat nem látok benne, semmi jót nem látok benne. Talán ez a légrugós gomb, ami itt van, a légrugónak a gombja, ez jó. De hogy alapvetően ez a Renault, ez annyira egy logikátlan, egy túl bonyolított, egy nehezen megszokható dolgokat tartalmazó autó, és ez is, és a nagyobb nyerges mondhatók is borzasztó, nem szeretem, de muszáj el akartam mondani nektek, srácok, hogy ez a Renault, ez nem jó. Ez az a kamion, ami nem jó. Hogyha ezzel kell dolgoznotok, akkor megszívtátok. És most egész héten megszívtam egyébként, mert ennél a cégnél csak ez van, semmi más. És nem jó, figyelj, ez az ülés, oké, persze, légrugózik, na de hát ez a minimum. Tehát enélkül ez az ülés, ez semmit nem ér, még ugye ez a legalapabb gerinctámasz sincsen benne, ez nyilván felszereltségtől függ, persze bele lehet rendelni olyan ülést is, mint az űrhajókban, hát azzal nincsen gond, de mi most erről az autóról beszélünk. Életben nem dolgoztam még olyannal, úgyhogy nem tudom, hogy az milyen. Ennek az ülése szerintem nem kényelmes. Vezetni ezt az autót, srácok, nem tudom nektek elmondani, mennyire rossz. Tehát ez az egész olyan, mint hogyha egy mátyás szekérben ülnék egy kuglin. Tehát az, hogy belemész egy kátyúba, és ez itt majd kiszakad már, remeg az egész, beremeg az egész kaszni úgy, ahogy van, mint hogyha a kerék és a fülke közt semmilyen lengés, csillapítás nincsen,
csak a kerék, meg a fülke, tehát akkorákat tud döccenni ez a kamion, hogy borzasztó. Nagyon durva. Ezt így nem lehet elmondani, ezt látni kéne. Nagyon durva. Nem kényelmes. Nem jó vele dolgozni ezzel az autóval. Folyamatosan itt a térdemet nyomja ez a tucci. Tehát jó, persze, gagyi, olcsó műanyag, most mit lehet belőle csinálni? Most nagyon nem tudsz mit csinálni vele, de... De ez az autó... Ez a legrosszabb. Ez az összes közül a legrosszabb. Azt hittem, hogy az Iveco a legrosszabb, de nem, a Renault a legrosszabb, srácok. Ez is például, ez egy hatalmas probléma ennél az autónál, hogy ugye nem kétállású a kipufogó fék, hanem csak egy, és akkor a második álláson folyamatosan rajta kell tartani az ujjamat, mert hogyha elengedem, akkor visszavált az egyesbe, és folyamatosan foglalva van a kezem, tehát nem tudok kettő, a második fokozatú kipufogó fékkel folyamatosan fékezni, meg közben indexelni is, mert ugye tartani kell, meg nyomni is, akkor ha elengedem, visszaugrik az egyesbe, tehát egyszerűen nem jó, ez nem jó. Itt van ez a váltó, amit jó, nagy nehezen elindulsz előre, beteszed D-be, és akkor átrakod hátra, és akkor miért nem ugyanazt a kapcsolót kell hátrafele fordítani, amit előre? Miért kellett kitalálni hozzá egy tök másik kapcsolót, ami oké, hogy ott van mellette, de egyáltalán nem logikus. És akkor visszateszed R-be, és akkor azt hiszed, hogyha ugyanazt a kapcsolót előrefele fordítod, akkor visszarakja előre menetbe, és visszarakja előre menetbe, de nem automata, hanem manuális. Ahhoz, hogy visszatedd hátra menetből, előre menetbe, és automata legyen, ahhoz felfele kell húzni. Ezt kitalálta ki. Ennyire bonyolult váltót, meg logikátlan, meg nehezen megszokható irányváltót, mint ez. Én még egyik teherautóban sem láttam, srácok. Ettől még a Volvo-s, meg az Iveco-s három gombos megoldás is sokkal jobb. Tehát ez egy rémálom, ami van, érted? Szóval nem tudom, próbáltam bekapcsolni a tempomatot, nem ment, nyomtam mindent, és nem kapcsolva a tempomat. Tehát érted? Szóval józan paraszti ésszel 5 perc alatt nem tudsz rájönni, hogy mit, hogy kell kezelni, mert annyira túl van gondolva az egész. Hát minek? Minek? Miért nem, hogyha megnyomom felfele, miért nem kapcsol be magától, érted? Nem tudom, nem... Szóval borzasztó ez az autó, srácok. Én ettől óvaintek mindenkit, hogy ilyet vegyem, vagy bármit csináljon ezzel. Persze, és itt most kormányozni amúgy nem olyan rossz, a fék amúgy jó rajta. Mint a világítás, nem tudom milyen, mert ugye világos van, ez nem tudom milyen. Ez a sáv elhagyás figyelmeztetés, ez például szerintem nem is működik, mert azért mit tudom, átmentem a csíkon irányjelzés nélkül, és nem hallottam semmit. Akkor ez a vészfékasszisztens, hát ugye ezt nem tudjuk, hogy működik-e végül is. Ez a rádió, ez kódot kér. Valószínűleg azért, mert ugye le volt áramtalanítva, és hát elfelejtette a kódot, és akkor most én onnan tudjam, hogy mi a kód, és akkor tessék, persze most nincsen rádió, se érted, szóval... A elektromos tükör működik, de csak az alja elektromos egyébként. Ugye a felső kettő az már nem, se az nem. Jó, persze ez lehet felszereltség függvénye, oké. De... Ez az autó nem jó, srácok. Nem. Nem jó benne ülni, nem jó vele dolgozni. Nem jó, nem kényelmes. Mondom, nagyon hasonlít az Electolfhoz. Ez az ajtó is itt. Meg hát a fűtés az ami jó, az ami legalább működik. De most két napja dolgozok vele. És korábban is, hát ugye korábban is dolgoztam már Renault-val, és nem tetszett már akkor se. Tehát van, aki azt mondja, hogy hát ez a Renault tök jó, meg hogy nem is olyan rossz, meg ilyenek, de ez nem igaz. Annak adják oda a Renault-t a cégnél, akit szivatni akarnak, higgyétek el, hogy ez nem jó. Ez nem jó az a Renault.
De amúgy a műszerek az úgy nem olyan rossz, szóval ugye megkapta azt a normális digitális kijelzőt, az úgy jó. Az könnyen leolvasható, a fodlatszám könnyen leolvasható. Szóval úgy magával a műszerekkel úgy amúgy azzal nincsen probléma. A legnagyobb probléma ezzel az egésszel mondom az, hogy nulla lengés csillapítás van alatt, semmi. A másik az ez. A harmadik meg a váltó. Meg hát ez az ülés, meg hát ez a rádió, meg ez nincsen légkondi benne. Jó, most lehúzod az ablakot, nem arról van szó, de ezt csak mondom, hogy lehet teherautót legyártani légkondi nélkül, tényleg. Szóval, amúgy az ablaktörlője, az mit tudom, működik. És ugye felfele kell húzni, hogyha azt akarod, hogy pritzoljon. Szóval, nem tudom. Ja, mivel nem alulra, ugye nem lefele húzható az ablak, mert ugye ott van az alsó üveg, azért az oldalra működik, de el lehet húzni. Így van. Úgyhogy srácok, hát nem tudom mekkora motor van ebben, de egy 4 hengeres motor lehet azért ebbe, és próbáltam megnézni, de nem találtam meg hirtelen. Erőben amúgy nem annyira rossz, úgy megy, teszi a dolgát, menni megy, de ugye itt a 10-12 órás munkánál elég fontos a kényelem, és ebből az autóban az nincsen. Lehet, hogy valamennyit változna az, hogy ugye jobb lenne az ülés benne, de ez a kipufogó féknek a karja, meg a váltó az nem felszereltség függvénye, szóval az mindegyikben ugyanez, és nem jó. Jó, nehéz megszokni, nem jó, logikátlan az egész. Úgyhogy hát még talán ez a rádiónak ez a vezérlője meg talán úgy ami ér valamit, ugye, hogy tudod némítani fel, le, exit, ilyenek talán, nem kell oda nyúljál, de hát ez ilyen. Úgyhogy nagyon nem is tudok nektek hosszan mesélni egyébként erről az autóról, mert csak rosszat tudok róla mondani, mondom. Azt meg úgy nagyjából elmondtam. Úgyhogy hát én nekem ez a véleményem erről a Renault-ról, aztán írja meg, aki dolgozik ilyennel, hogy ő mit szeret benne, hogyha szereti, vagy mit nem szeret benne, hogyha nem szereti. De ez szerintem mindenek a legalja. Egyébként, de mindegy, meg lehet munkát, persze meg lehet csinálni vele, azt nem mondom, hogy nem, de magamnak nem vennék ilyet, az biztos. Az biztos. Úgyhogy srácok, hát ennyi lett volna ez a rövid Renault-s videó. Írjátok meg kommentbe, hogy tetszett az autó. Aztán meglátjuk, hogy mi van. Köszi szépen, hogyha végignéztétek. Szevasztok! Na ilyenek például, mint ez, hogy automatában van, látod a váltó, és nem vált. És akkor át tudod rakni manuálisba, akkor persze manuálisba miért váltson, és visszarakod automatába, és egyszer nem tudod most, hogy kell visszarakni. Nem, most akkor jobbra, balra, felfele, jobbra, oldalra, lefele, merre húzzam, hogy váltson, és nem vált. Hogy mit kéne csinálni vele? Hát automatában van a váltó, ember. És nem tudsz felfele, most manuálisban van, most vissza automatába, és nem vált a váltó. Érted? Szóval nem tudod persze, hogy mi baja van. Álljál félre, nyilvánvalóan így kell működni egy teherautónak, így kell működni, hogy félre kell állni. Tessék, most elméletileg automatában van, megint ki kell venni. És nem. 100 000 kilométer van az autóban. 100 000 kilométer van az autóban.
próbáljuk újra. Automata mód. Hát ha most nyilván ugye a forgalomban állok az út közepén, persze természetesen így kell működnie. Jaj, na sikerült felváltani kettesbe, hármasba. Értelemszerűen így kell működnie egy teherautónak. Így kell kínlódni vele, hogy ne. Na szóval ezeket mondom, hogy ez az autó nem jó. Nézzük, milyen menni. Most fel vannak húzva az ablakok, nincs akkor a menetzaj, szélzaj úgymond. És hát azért így is hallani, hogy eléggé átjön mindennek a zaja. Mindjárt majd belemegyünk egy kátyúba, mondjuk ebbe itt. És hát azért lehet hallani, hogy nincs igazán a helyzet magaslatán, de ez még semmi. Ja, egyébként nincsen benne a visszagurulás gátló, illetve ez a dombon elindulási segéd, szóval ugye ez az automata fék. Hát ez eléggé gáz. Azt hittem minden automata járműben van ilyen, de hát mindig látunk valami újat. Az sincsen benne, tehát itt ki is van írva a szélvédőre. Ott, hogy kézifékkel kell csinálni. Hát jó, persze, nincsen gond, meg tudjuk csinálni. Csak azt mondom, hogy azzal úgy azért könnyebb volt az élet. Most mi lehet ez a plusz, meg ez a mínusz? Egyszerűen fogalma sincsen. Látod például ez is, hogy itt egy gomb, és nyomol, és nem történik semmi, és hoppá. Tehát így egyszerűen nem bírod el, nem tudsz rájönni, hogy gomb mire való. Mert nyomod, azt nem történik semmi. Itt jön egy. Oda néz. Oda néz.